Kerepesen 2016. november 11-én mutatták be Juhász István 2 évvel ezelőtt megjelent Menekülés a Földről című sci-fi könyvének második részét. A Visszatérés alcímet viselő regényben az első részből megismert Ervin, Éva és Csaba kalandos története folytatódik. A második kötetről mondjunk némi ízelítőt a nézőknek, illetve a majdani olvasóknak. Az első történet szála folytatódik tovább, ugye Ervinnek, Csabának és Évának a története, új helyszínekkel, új barátokkal, új ellenfelekkel, új szövetségesekkel, új ellenségekkel, új akadályokkal, amiket le kell küzdeniük. Alapvetőleg az alap témája az továbbra is az, hogy az emberiségnek az univerzumban elfoglalt helye, hogy mi hozzáteszünk-e a világmindenséghez, vagy éppen, hogy nem. Ezt mindenképp az olvasóra bíznám, miután végigolvasta a történetet, hogy ő hogyan értékeli magában az ott elhangzottakat, az ott feltett kérdéseket, az ott elhangzott esetleges válaszokat. Ebben a műfajban mi kell, hogy a fő motiváció legyen a történetíráskor? Szerintem mindenképp az, hogy az ember szórakoztasson, és mindezt úgy tegye, hogy mellette azért valami üzenetet is átadjon, tehát egy kulturális szórakozást is tudjon nyújtani. Természetesen szép irodalmi műi szintet nem tudok írni, de az igyekeztem mindent megtenni, amit tőlem telt, hogy ne csak egy izgalmas történet legyen, hanem ezt olvasni is jó legyen, és legyen azért olyan tartalma is a könyvnek, ami miután az ember leteszi a könyvet, utána is tovább gondolkodik esetleg az adott témán. A Szabja étteremben megtartott könyvbemutatón a szerzővel, Kistarcsa város alpolgármesterével, Polgár Gyula újságíró beszélgetett. Ugye általában az írókra jellemző, hogy vagy családtagot, vagy valakit a közvetlen környezetéből beleírnak a könyvekbe. Hát itt is felvetődik a kérdés, hogy azok a karakterek, tehát Ervin, Csaba, ha jól emlékszem a nevekre, ezek teljesen a képzelet szülöttei, vagy netalántán valaki a közvetlen környezetedből ihlette félig meddig, vagy a sutaságával, vagy a talpra esettségével, vagy azért, mert nagy hatása volt rád mondjuk középiskolás korodban, nem tudom. Maga a főszereplő, Halász Ervin, az konkrétan az én nagypapám. Tehát, hogy őróla lett a karakter elnevezve, és ebből kifolyólag az István, mondjuk azt már nem mertem Juhász Istvánnak elnevezni, tehát ott azért némit azért módosítottunk, de mondjuk ez egy kicsit ilyen közös kaland, hogyha úgy tetszik, de maga konkrétan a fő szereplő, Halász Ervin, az én nagypapámnak a neve. Határozott volt, bátor volt, rafkós volt, és akkor ezt így igyekeztem a karakterbe is egy kicsit így beleágyazni. És a többi szereplő az teljesen kitalált? Hát, hogy mondjam, nagyrészt igen, tehát nagyrészt fiktív, tehát a két főszereplő kivételével igazából mondhatni, hogy mindenki, tehát a Halász Ervin karakter volt, ami fix volt, hogy azt tudtam, hogy így szeretném a főszereplőt elnevezni, de amúgy a magyar neveket, ha nézzük, az viszont teljesen direkt volt, tehát én ettől megmondod őszintén, hogy borzasztóan kivagyok, hogy bármilyen sci-fit olvasok, még hogyha magyarok is írták, mert hál' az Istennek azért vannak jó magyar sci-fi írók, még hogyha mindenki nagyrészt a külföldi slágereket szereti olvasni, de még ők is mindig angol nevekkel dobálóznak. Tehát én nem nehezen tudom elképzelni, hogy a jövőben csak angol nyelvű emberek lennének. Egy olyan jövőben, ahol az emberiség elindul a világmindenségbe, számomra az az alap, hogy vannak magyarok is, és nem az, hogy nincsenek. Tehát volt benne egyfajta, kicsit egy ilyen, ki ismer engem, azt tudja, hogy némileg a nemzeti érzések vannak, hogy túlbuzognak bennem, tehát egyrészt volt benne egy kis öntudatosság is, ilyen szempontból is, de olyan szempontból is, hogy ez nekem reálisabb, mint az, hogy nem leszünk mondjuk 500 év múlva. Ami technikai kérdés, és gondolom mindenkit érdekel, tehát a dialógusokat én úgy gondolom, hogy nagyon nehéz megírni. Most nálad ez a technika, ez gondolom ösztönösen jöhet, egy ilyen dialógust, amit a interneten láttam, abból látszik, hogy hát azért ezek a beszélgetések nem ilyen felszínesek, hanem alapos. Tehát belemennek egymás életébe, lelkébe. Tehát ez egy kicsit pszichológia is. Tehát sok minden benne van egy ilyen dialógusban. De hogy tudod ezeket fölépíteni? Nekem nem azok voltak a könyvnél nehézségeim. Tehát én azokat, ezeket a
pörgős, beszélgetős dolgokat, jó, kellett felfoglalkozni, mert el kell érni azt, hogyha mondjuk egy szereplő fölcsattan, hogy ő most mérges, akkor azért érezze magát az olvasó is mérgesnek. Ha nem érzi magát mérgesnek, akkor nem jól adtad át a párbeszédet. Tehát ezt nehéz elérni. Nekem inkább a könyvben a leíró részekre kellett több energiát fektetnem, és ebben sokat segített a szerkesztőm, a Sós Tibor, hogy őt azért nagyon sokat tanultam így a szerkesztés folyamata alatt, hogy belemenni részletekben, az egy dolog, hogy én tudom, hogy az a szereplő kék ruhában van, piros sapkával, zöld cipőben, most csak egy nagyon szélsőséges példát mondtam, azt el kell mondani. És ez az, amit nehéz megtanulni, és tényleg gyakorolni kell, és érdekes, hogy a párbeszédeknél, amitnél azt hiszed, hogy az nem ömlengős, ott kell visszafogni nekem magamat, hogy ne legyen ömlengős, kicsit lerövidíteni, míg a leíró részeknél azt kell, hogy én úgy érezem, hogy ömlengős, mert általában az olvasónak akkor pont jó. Ön milyen műfajú könyveket szeret olvasni leginkább? Hát inkább tartalmas mai posztmodern könyveket. Ilyesmi, mint a Menekülés a Földnek az első része, ez teljesen jó volt, mivel mai stílusban írodott és vázolta a két világ közötti különbséget, ami köthető politikai háttérhez is, és tartalmi, családi és érzelmes háttérhez is, volt benne minden. Ön mit vár a második részről, milyen tartalmat remél? Hát nagyjából ugyanilyen tartalmat remélek, lehet, hogy ennek a folytatása, ezt nem tudom, hogy tartalmilag hogy köthető össze a kettő, de kíváncsian várom. Önnek íróként mi volt a könyv írásakor a legnagyobb élmény? Hát igazából nem is az íráskor, hanem utána nagy élmény, amikor az ember szembesül azzal, hogy mennyien elolvasták, mennyien megvették, mennyien írtak róla kritikát, és mennyien kommentelik, hogy tetszett a könyv, és milyen izgalmas volt. És igazából ez az, ami utána erőt ad ahhoz, hogy az ember folytassa tovább, és izgatottan várom most a folytatásra is, hogy milyen kritikák érkeznek, tetszik-e az embereknek, vagy nem, izgalmasra sikerült-e, vagy nem. Hát én bízom benne, hogy nem sikerült csalódást okoznom. Hogyan hatnak önre a kritikák? Fel kell dolgozni, könnyen átlendő rajta, vagy nagyon építő tud lenni? Alapvetőleg alapból is a munkám olyan, hogy ugye azért sok kritikát el kell tudni viselni, kezelni kell, másrészt feldolgozni, és az embernek utána azt szerint cselekedni. Én azt mondom, hogy ebben azért ugye a munkában azért megedződött az ember. Hál' az Istennek eddig a könyv kiadás kapcsán azért nagyon negatív kritika nem ért, tehát eddig inkább pozitív, építő jellegű hozzászólások érkeztek, amik nagyon jól estek, de ettől függetlenül azért nagyon sok olyan ötletet kaptam, meg olyan vélemény is érkezett, ami szerintem segített abban, hogy akkor egy kicsit a folytatásban sikerüljön még egyet előrelépni, és ezután is várom mindenkinek az olyan kritikáját, ami segít abban, hogy az ember megpróbáljon majd a végén esetleg igazi íróvá válni majd a jövőben. A Menekülés a Földről 2 című könyv, mely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg, megtalálható a könyvesboltok polcain, valamint több webáruházból is megrendelhető.